Önök a kultuszobát látják, köszöntöm nézőinket! A reformáció emléknapja több protestáns egyházban október 31-én tartott ünnepnap, annak emlékére, hogy a hagyomány szerint 1517-ben ezen a napon függesztette ki Luther Márton a wittenbergi vártemplom ajtajára a bűnbocsátó levelek árusításával kapcsolatos 95 tételét. Ez alkalomból ökumenikus istentiszteletet tartottak a szekszárdi templomban is. Lezárva az októberi hónapot és megkezdve a novemberit, elmondható, hogy a hitben való elmélyülés időszaka volt. A protestáns vallási irányzatba tartozó gyülekezetek hívőinek pedig sokszorosan. Október 31-e a reformáció emléknapja. Közös ünnepe ez a református, az evangélikus, az unitárius, a baptista és a metodista felekezetek hívőinek egyaránt. A vallások képviselői együttesen e napon ökumenikus istentiszteletet tartottak a szekszárdi református templomban. Én azt gondolom, hogy rengeteget alakulunk, természetszerűen is alakít bennünket a környezetünk. A reformáció annak az emlékünnepe egészen személyesen számomra is, hogy az Isten is alakít bennünket. És még a mi saját alakulásunk nem egyszer tényleg deformálódásba megy, amikor az Isten alakít, akkor valami nagyon jót tud kihozni belőlünk. És ez az, amit lehet ünnepelni, és érdemes. Nagyon régi hagyománya van itt Szekszárdon annak, hogy az evangélikus és a református gyülekezet, amelynek közösek a gyökerei is, együtt ünnepli a reformáció emlékünnepét. Az idei alkalom annyiban volt különleges, hogy a lelkészkörön két hetente azért találkozunk ima közösségre, abban a katolikusok is benne vannak. A lelkészkörön felvetődött az ötlet, hogy ezt meg lehetne nyitni a reformáció emlékünnepét az összes többi felekezet számára is, hogy ne csak az ökumenikus ima héten és a pünkösdi nagy istentiszteleten legyünk közösen, hanem itt is. És nagyon örültünk neki, hogy most így a baptista és metodista felekezet képviselete és közössége is velünk együtt tudott ünnepelni. Ez volt a háttere, a gyakorlata pedig abban csapódott le, hogy nem ragaszkodtunk, bár a református templomban vagyunk, csak a református ágendai, liturgikai irányokhoz, hanem nyitottunk a többiek felé is, hogy ismerjük is meg egymást, és nézzük meg, hogy az ő szemüvegünkön keresztül hogyan tudunk Krisztusra figyelni. Mi magunk a baptista gyülekezet testvériség és nagy örömmel, régtől fogva, ezt évtizedeken át szüleimtől is láttam, tapasztaltam, hogy tartottuk, emlékeztünk. Az egész világunk, majd erről szólok is valamit este, ettől szenved, hogy minden úgy deformálódott, nem? Ez nem kegyetem, hogy belássuk, hogy testi erőnk egészségünktől kezdve a gépkocsinkon át, a házunkig, emberi kapcsolatainkon át, a lelkületünkön keresztül minden úgy eldeformálódott az eredetihez képest. A Teremtő Úristen mondja a Teremtés könyvében az elején mindjárt néhány sorban van írva, hogy mikor megteremtett Isten az egész világot, íme látta Isten minden igen jó, és az igen jó nagyon elromlott, és a folyamatos reformálódásra van szükség. Krisztus ezért jött, hogy megkeresse, megmentse az elveszettet, a jó pásztor életét adja a jókért, mondta ő, és utánunk nyúlt, hogy visszaformáljon, hogy isteni természet részesei legyünk. Eltorzultunk, nagyon is önző, testies, indulatos, dühös, kapcsipén, sovár, magatartás az ember, és tönkre megyünk bele. Krisztus meg utánunk jött, hogy isteni élet részesei legyünk. És hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Több helyen tanítja a Szentírás, és a ma este ünnepet, az üzenetet is ekköré csoportosítsuk, hogy hogyan és miképpen lehet ma 21. században nekünk, mai embereknek Krisztusra nézni, benne gyönyörködni, üzenetébe, szeretetébe, áldozatába. A reformáció emléknapját október 31-én ünneplik, annak emlékére, hogy Luther Márton, a reformáció elindítója 1517. október 31-én a wittenbergi vártemplom kapujára kifüggesztette 95 pontját, amelyben főleg a búcsúcédulák gyakorlata ellen emelte fel szavát. A búcsúcédula a középkori római keresztény egyházban pénzét árusított bűnbocsánati lehetőség volt. A búcsú szó a bűnbocsánatot jelentette, elnyeréséhez bűnbánatot kellett gyakorolni. A bűnbánat módjai az egyház tanítása szerint a gyónás, megbánás, jóvátétel, böjt, ima, vezeklés, adomány, zarándoklat lehetett. Aki búcsú cédulát vásárolt, az felmentést kaphatott ezen gyakorlatok alól. Luther Márton ez ellen is foglalt állást. Magyarországon már 1517 előtt is sokan követelték az egyház megformálását. A 16. század közepére a lutheri tanúk a német lakosság közvetítésével a reformáció Magyarországon is elterjedt, ahol kezdetben főleg a városi polgárság bizonyult fogékonynak a mozgalomra. Ezután a szászok, a magyarok és a szlovákok egyaránt megszervezték a Luther Márton tanításain alapuló lutheránus, vagyis evangélikus egyházaikat.
Mindig új képeket próbál az ember keresni, amikor erre az ünnepre készül, és hát nekem egy egész friss élmény, az Isten tisztelet közben ott ültem a papipadban, és nyilván talán így a gyerekfoglalkozásokból, a szükséges applikációkból adódóan oda van készítve a padba, kulisszatitok egy kis kalapács, fogó, kis drótok, kis szegek, és nekem az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen a reformáció azt jelenti, hogy a mi reformátor őseink tulajdonképpen szellemi hagyadékának megfelelően állandóan készenlétben állunk, arra nézve, hogy átalakítsuk, megváltoztassuk azt, ami nem krisztusi, ami valamilyen módon eltér a Szentírástól. És másik oldalról közelítve állandóan azt az újítást keressük, faragjuk, szögeljük, alakítjuk, amivel még jobban elérjük ezt a mai világot. Tehát nekem ez a kép jutott eszembe. A reformáció az egy ilyen készenlét eszközökkel a változtatásra, hogy a korban mindig megfelelően Krisztushoz igazítsuk a szavunkat, az életünket, az egyházunkat. Magyarországon 1898 óta van jelen a metodista egyház. Az első metodista prédikátor Ausztriából érkezett a sok nemzetiségű bácska német közösségének meghívására. A fővárosban 1905-ben indult meg a metodista misszió. A metodizmus hogy kapcsolódik a reformációhoz? Végig gondolva ezt a kérdést, igazából kevés kapcsolódást találnék, mégis olyan tekintetben szoros, hogy Luther és Wesley János, aki a metodista ébredésnek a kezdeményezője volt, hasonló alapokból merít, ez az alap pedig Krisztus. 1939 óta október végén rendezik meg az országos protestáns napok ünnepségsorozatát a legnagyobb protestáns egyházak. Mást és mást jelent a minden szentek a katolikus és az evangélikus, valamint a református közösségek számára. Hasonló a helyzet a halottak napjával kapcsolatban is. Hagyománnyá vált, hogy október végén, november elején kimegyünk a temetőkbe és gyertyát gyújtunk elhunyt hozzátartozóink síremlékeinél. Különbséget kell tennünk minden szentek és halottak napja között. Minden szentekről mondjuk, hogy azok az emberek, akik már itt a Földön éltek, előttünk jártak a világba, és szentek, őrájuk, emlékezünk ezen a napon. Ha egy kicsit visszatekintünk így a rég múltba, így a kezdetekből, hogy hogy alakult ki ez a szokás, már a harmadik, negyedik században már a keleti ortodoxok már tisztelték a vértanukat. Akkor még nem foglalták így, nem foglalta magában az összes szentet, hanem a vértanukat. Így szépen lassan kialakult ez a szokás, átvette a katolikus egyház is, és a tisztelete igazából így a 9. századra terjedt ki az egész világra, a minden szentek ünnepének. De ekkorra már magába foglalta azokat a megdicsőült szenteket, akik a mennyországba kerültek. És ide most beleértünk minden olyan névtelen szentet, úgymond, akiről nem is tudjuk, hogy szent, de a megdicsőült egyházban vannak. Nem kell, hogy gyász legyen a szívünkbe. Látjuk, hogy ők előttünk jártak, megdicsőültek, Isten mellett vannak. Számunkra ez nagy erőt és biztos jövőt, reményt mutat számunkra. Ezen a napon ugye mi is már kimegyünk, mint katolikusok, kimegyünk a temetőbe, gyertyát gyújtunk, megtisztítjuk a zsírokat, virágokkal halmozzuk el szeretteinket, és az egyház nagyon bölcsen az idők folyamán még egy nagy ajándékot is adott a számunkra ilyenkor, minden szentekhez és halottak napjához kötve a búcsúnyerés lehetőségét. Miért pont november 1-ére került ez az ünnep? Először is, mikor a katakombákból felhozták a szentek erekét, ez május 13-án volt a Pantheonnak a felszentelése, de ez átkerült november 1-ére az idők folyamán. Talán nem is véletlen, talán így egy ősi pogány szokásnak a napját próbálták ezzel így megszentelté tenni. Az eredetileg katolikus ünnepet és népi hagyományait más felekezetek is átvették. Így nem csak a katolikus hívek ünnepe, hanem a reformáció több felekezete is elfogadta. A reformátusok szokásjog alapján a templomon kívül emlékeznek meg az elhunytakról.
Ezt az evangélikusok és az unitáriusok hivatalosan is elfogadták. A halottak napja igazából már a zsidóknál egyfajta hagyományon alapszik, hiszen a zsidó gondolkodásban, ha valaki meghal, akkor tulajdonképpen bizonyos értelemben ugyanúgy az Istenbe vetett hitében, az Istenhez való tartozásában, bizonyos értelemben a családhoz tartozik. Ugyanez a képzet ment tovább aztán a keresztény hagyományban is. Persze itt a felekezetek között egyfajta különbség van abban, hogy pontosan mi történik a halál után. A protestáns hagyományban a test és lélekről egy picit másképpen gondolkodunk. A lélek, mint kifejezés, sokkal inkább jelenti az éltető erőt. És ilyen értelemben nem egy önálló az emberi személyiségnek egyfajta része, hanem sokkal inkább úgy lehet felfogni, mint egy ajándékot Istentől, amit Isten visszavehet. Ilyen értelemben a bűnbeesés óta Isten ezt az ajándékot mindenkitől visszaveszi. Az ember így szembesül azzal, hogy halandó, így szembesül azzal, hogy a tökéletlenségében, bűnösségében szembe kell néznie azzal, hogy itt ez a földi lét véges. Amikor mi halottak napján kimegyünk a temetőbe, és megemlékezünk elhunyt szeretteinkről, egyrészt szembesülünk a halál tényével, másrészt pedig azokat a kérdéseket kell feltennünk magunknak, hogy mit jelent számunkra a halál, mit jelent számunkra éppen ezért az élet. És amikor kimegyünk elhunyt szeretteink sírjaihoz, síremlékeihez, akkor tulajdonképpen nem csak azt az elvesztettséget, azt a veszteségérzetet élhetjük át, hanem megerősödhetünk abban a reménységben, hogy igazából hitünk szerint talán ők is az Isten kegyelméből egy új életre várakoznak. Az új élet, az újjászületés Jézus Krisztus feltámadása óta mindannyiunknak, keresztény embereknek egy olyan reménysége, hite, amely mindenképpen az életről, az élet megéléséről egy teljesen új távlatot nyit számunkra. A bonyhádi evangélikus lelkipásztor szerint a november 1-i Mindenszentek ünnepe és a november 2-ai halottak napját azért keverik az emberek, mert egymás követő és hasonló rangú ünnepeket a zsidó-keresztény hagyományban mindig az előző estével, vagyis a napszáltával kezdték el ünnepelni. Ezért a Mindenszentek estéjén, napszáltakor mi már a halottak napjára is hangolódunk. Szavaló versennyel emlékeztek meg I.S. Gyula születésének 117. évfordulójáról általános iskolások, gimnazisták és felkészítő tanáraik. A versenyt a Pálfához tartozó Felsőrátszegresen tartották meg abban az iskola múzeumban, ahova a költő egykor járt. A versenyt 25 éve szervezi meg a Szülőföldünk Nagyjai Emlékbizottság azzal a céllal, hogy I.S. Gyula szellemi örökségét megőrizzék. Az idei irodalmi megmérettetésre nem csak Tolna megyéből érkeztek diákok. A zsarnokságban nem csak a katonáson eltattogott éjjelekben, hurrákban, énekekben, és abban, ahogy a hullát a gödörbe húzza. Siri Gergő I.S. Gyula Egy mondat a zsarnokságról című híres költeményéből adott elő részletet a költőről elnevezett szavalóversenyen. Volt pár lehetőségem, igazából három volt, és a háromból választottam ki ezt, mert nekem ez tetszett a legjobban. Ez lehet az, ami hozzám így a legközelebb áll, meg ezt tudom a legjobban előadni. A versenyre nem csak magyar tanára, hanem édesapja is felkészítette. A bonyhádi gimnazista azt mondja, az ő családjukban a verseket, és azon belül is I.S. Gyulát rendszeresen olvassák. Imádja a verseket, és ezt valószínű átadta nekem is, ezt a versek iránti imádatot, mert én is rengeteg verset tanulunk együtt, és rengeteg versmondó versenyen voltunk már.
mert nem ijeszt, mi csak ijeszthet. Nem ölhet, mi csak ölne minket. Mormolj magadra varázsinget, kiásd az éve berzsenyinket. A Szülőföldünk Nagyjai Emlékbizottság 25 éve szervezi meg a szavaló versenyt azzal a céllal, hogy megőrizzék Ily és Gyula szellemi örökségét. Idén a költő születésének 117. évfordulóját ünnepelték így meg. Amikor ide kerültem, akkor úgymond kutyakötelesség volt igény magam felé is, hogy Ily-essel egy kicsit jobban ismerkedjek, és a halála után pedig a hagyományápolást úgymond fölvállaltam sokat magammal az itt élő kollégák és a tulajdonképpen a lakosság és a gyerekek körébe. A feleségét viszont ismerte, azt mondta? Feleségével igen, itt találkoztam, itt Felsőrácegresen, először a kopjafalvatáson, utána pedig ennek az iskolának a Tanyasi Iskola Múzeumá alakítására 1987. októberében. És volt talán még vele, illetve a család tagjaival, lányával és unokáival, Ily és Gyulának a vejével, Kodolányi Gyulával. Volt közös programon, részt vettem. A megemlékezésen a bizottság egykori alapítója felidézte, hogyan zajlottak kezdetben a szavaló versenyek, és miként ismerkedett meg Ily és Gyula családjával. De megadta a sors nekem azáltal, hogy itt az intézmény vezetőjeként, illetve később a bizottság vezetőjeként Ily és hagyományőrzéssel foglalkozott az ember, hogy meg is ismertem őket. Nagy adománya az én életemnek, és bocsánat, hogy nem Gyuláról beszélek, hogy én megismerhettem itt ebben az épületben, 87-ben, amikor felújítás után ezt a rendbe hozták az iskolát, az iskolamúzeumot, és itt megismerhettem a feleségét, Flóra nénét. Bobori Zoltán a Vörös Marti Társaság elnöke is tiszteletét tette a rendezvényen. A zsűri elnökének már az nagy örömet okozott, hogy mennyire magukévá tudják tenni a versenyen induló diákok az íjés gondolatokat. Ennek a Ily-és Gyula versmondó versenynek olyan hagyománya van, ami azt hiszem, hogy nem csak itt a közvetlen környék, tehát Rácegres, a Pálfa és a közvetlen környék, hanem az egész régiónak az egyik nagyon tiszteletre méltó rendezvénye, és azt hiszem, hogy méltó Ily és Gyula szellemi örökségéhez, és a költészetéhez, és a hagyomány, és a haza szeretetéhez. Fantasztikus öröm fiatalokat hallgatni, akik ilyen nagyon komolyan átélten, és felelősségteljesen mondanak verset, mert ez nagy felelősség. Éppen a nyelvünk védelmét illetően. És egyáltalán, hát így is, ennek van egy kötete, a Léleképületei. Ennek a léleknek az épületét kell nekünk ápolni, nem pici, apró kis kövecskékből, pláne nem ködből és homokszemcsékből, mint Pasalbert írja versében, hanem hát komoly nemes anyagból. Az értékeléskor én személy szerint, de gondolom, hogy valamennyi zsűritársam is egyáltalán a zsűri értékeli egyrészt a versválasztást, ami nagyon sokat elárul az illető versmondóról, aztán a kiállást, nagyon fontos a szép beszéd. Hát vannak természetes adottságai a fiataloknak, amit figyelembe kell venni, vagy figyelembe lehet venni, de hát lehetséges kevésbé jó hanggal is megfogalmazni, kifejezni az érzéseket hitelesen, szépen. De hát azért sokat jelentenek ezek a természetes adottságok. Aztán hát nagyon fontos a szövegértelmezés természetszerűen, és amit mindig hangsúlyozni kell, hogy mit
hogyan szólítja meg az illető versmondót, de beszélhetünk itt a versolvasókról is, hogyan szólítja meg a vers. Az idei irodalmi megmérettetésre nem csak Tolna megye különböző oktatási intézményeiből érkeztek diákok, hanem Bács-Kiskun megyéből is. Az általános iskolások közül Blank Berta 7. osztályos tanuló bizonyult a legjobbnak Bajáról. A középiskolások közül Lajten Laurát, a bonyhádi Petőfi Sándor evangélikus gimnázium tanulóját találta a zsűri a legjobbnak, Siri Gergő pedig második lett. A Vármegyeházi Esték programsorozat keretén belül Szekszárdon is bemutatásra került a kalotaszegi Okos Márton nagy sikerű úti könyve, mely a 30 évvel ezelőtti időkbe kalózolja vissza az olvasókat. Okos Márton arról ismert, hogy 1989-ben Juhos Gáborral együtt indult el gyalog Budapestről Párizsig. Az időzítés nem véletlen, akkor volt 200 éve, hogy kitört a híres 1789-es francia forradalom. Emellett úgy érezte, hogy erdélyiként tennie kell Ceausescu államfő falurombolási terve ellen. Fogta a gyereket, és a gyerekkel újra rászökött Magyarországra. Ő egymaga megoldotta a család egyesítést egy éjszaka. Hát akkor, mikor ez ugye megtudtuk, és kiderült, hát a világ csodájára járt. Okos Márton újságíró barátjáról, Juhos Gáborról mesél, akivel közösen gyalogolt 1989-ben Budapesttől Párizsig. Az volt a céljuk, hogy felhívják az akkori európai média által a világ figyelmét a Nikolaj Ceausescu román államfő falurombolási tervére. 2014-ben, 25 évvel az események után, Okos Márton élményeit, érzéseit és gondolatait, nem utolsó sorban a performance következményeit foglalta össze egy terjedelmes könyvben, melyet gazdagon illusztrált prezentációjában Kárpát-medence szerte tucatnyi helyen bemutatott már. Miután ide kerültünk, mint politikai menekültek, azóról eljöttünk, mert nem tehettünk semmit, itt meg úgy voltam, hogy mindenképpen tennem kell valamit, és hát így találtam egy hasonló gondolkodású társat, Juhos Gábort, és így döntöttük el, mikor már ez a falurombolásról egyre többet lehetett tudni, hogy akkor ennek a híreit elvisszük Nyugat-Európába, úgyhogy mi magunk próbálunk ennek minél nagyobb hírverést tenni, illetve támogatást szerezni, hogy a nyugati államok lépjenek közbe, hogy Romániában valamilyen formában a helyzet megváltozzon. A tenni akarás vezérelte Okos Mártont és Juhos Gábort. Erdélyország szépségeit akarták elvinni a nagy Európába, hogy mindenki lássa a különbséget a nemzeti értékek és egy zsarnoki ideológia között. Ezért Bécsen, Münchenen, Stuttgarton és Strasbourgon át egészen Párizsig gyalog 1680 kilométert tettek meg, 10 hét alatt és napi 30-60 kilométer közötti távot teljesítettek. Nem észleltünk semmit, mi amikor az útra indultunk, mi tisztában voltunk, hogy mivel játszunk, tehát mi fel voltunk készülve akár arra is, hogy a szekuritáta, a titkos rendőrség kinyír, de azt mondtuk, hogy vállalni kell, vállalnunk kell, mert ugye hát olyasmi vélemények is elhangzottak itt, hogy hát miért nem szállunk ott már mind Erdélybe szembe a diktatúrával, hogy gyávák vagyunk, és mi ezzel azt is akartuk mutatni, hogy nem, tehát mi nem vagyunk gyávák, de egy 2 milliós lakosság nem száll a szembe 20 millióval, vagy a legjobban képzett titkos szolgálattal. Úgyhogy nekünk egy ilyen bizonyítás is volt, hogy igen, mi vállalunk mindent, akár a halált is, arról van szó. Az út mentén gyanús jeleket észleltünk, de semmi különösebb probléma nem történt, hál' Istennek, és otthon a szülőföldemen, ott sem volt, azon kívül, hogy a szüleimet rendőrség felhívta, és hát kérdezősködött, de aztán ennél több egyéb nem történt. Anyám melyik otthon nem tudtak semmit, tehát ők is a Szabad Európa Rádióból értesültek, hogy én éppen Párizs felé gyalogolok. Amit akartunk elérni hatásaiba, sikerült elérni, nagyon sok újság beszámolt erről, nyugaton rádió, tévében nyilatkoztunk, és azt hiszem, hogy sikerült a mi magunk egyszerű eszközeivel, mint két egyszerű menekült, tehát kihozni ebből, amit ki lehetett. Pusztítsd el a magyar falut, és elpusztítod a magyar embert. Jól látta ezt minden, minket megtörni kívánó hatalom. A magyar faluban ugyanis benne van minden mi érték. Az isteni örökkévalóságba emelő templomtorony a közepén, mellette az anyanyelv megtartó erejét intézményesítő iskola, a családnak otthont és védelmet adó szülőház, a gyökereket megtestesítő szülőföld
és a munka szeretetének gerincerősítő, tartásadó helyszínei is, a parasztudvar és a végtelen mezők. Ezekkel minden, enélkül semmik vagyunk, fejtette ki Okos Márton. Erdélyben azóta is hátrányos helyzetben vannak a magyarok. Az egyre kevesebb magyarnak pedig egyre nehezebb a szülőföldjén való megélhetés, mondta Okos Márton, aki mindezek után is aktívan tevékenykedik az erdélyi magyarság fennmaradásáért. Ugye tudjuk, hogy számbeli kisebbségben nagyon nehéz a helyzet, és az mindig kell valami támogatás, mert ahogy az elmúlt századokban Erdély sorsa is sosem vagy kevésszer dőlt el Budapesten vagy Bukarestbe, ugye mindig a nagyhatalmak hol Moszkvába, hol Berlinbe, hol Bécsbe. Tehát én úgy gondolom, hogy az autonómia először is komolyan kell venni, komolyan kell gondolni, akik a politikai képviseletet vállalják. A cum deo pro patria et libertate, azaz Istennel a hazáért és szabadságért motto, jól érzékelteti e két ember cselekedetének jelentőségét. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!